Kezdtem a nevelőszülőknél, ott Szeldömölkön, akkor 4 évesen kivettek a segest, egy ilyen óvodába voltam, és akkor onnan kivettek, ott voltam egy darabig a nevelőszülőknél, és akkor ott is valami hülyeségeket csináltam, és akkor olyan 13 évesen bekerültem egy intézetbe, Kaposvár mellé, ott sajnos ott 7 nevelő kicsit megtört, kegyetlen volt az. Ez mit jelent, mi történt? Hát 7 nevelő megerőszakolt. 7 nevelő megerőszakolt, és onnantól kezdve 13 évesen elkezdtem a pályafutásomat az Elme osztályon. Hozzámos volt, és onnantól kezdve nem tudom milyen papíroként aláírtak azt, hogy én fogyatékos vagyok. És akkor innentől kezdve dobáltak az Elme osztályra. Nagyatádon ott voltam 1 évig, akkor utána kikerültem 5 Föskónyiba, ott voltam 8 évig, aztán utána bekerültem a segesdi szociális otthonba. Hát ott volt élet. Borzasztó volt. Szóval annyira legyógyszereltek, hogy mondták azt nekem, hogy neked többet innentől kezdve nem lehet gyerek. És akkor ugyan történtek ezek a dolgok, hogy közben terhes lettem, akkor közben megismertem egy Marik Tamás, egy lelkész, és az nekem segített, hogy ezt a gyereket nem szabad elvennünk. Akkor újból bekerültem megint Nagyatádra, mert ugye 4 hónaposan közben kiderült, elvittek Nagyatádra, hogy megnézik, hogy tényleg, hogy terhes vagyok, és akkor mondták, hogy hát ez 4 hónapos terhes maga, és akkor így felugrottam, és akkor mondtam, hogy még egyszer, de akkor már sírtam és nevettem, ugye, mert nekem azt mondták, hogy nekem nem lehet gyerek. És akkor... Hány éves voltál akkor? 27, azt hiszem. 27, hogy ezt pontosan nem tudom. És akkor mondták azt, hogy ezt nem lehet megtartani. És akkor 4 hónaposan a gyerekemet el akarták venni. Ezt ki mondta, hogy nem lehet megtartani? Ezt a többi ilyen nagy fejesek, az orvosok. És akkor már, hogy hová teszem, meg mi lesz, hogy nevelem, és ahhoz képest, hogy erre nem jutott az eszembe, de akkor is akartam az Ancsát. Nagyon, akkor itt nagyon-nagyon összeroskadtam, mert ugye én nagyon szeretem most is a gyerekeket, imádom őket. És lényeg az, hogy Nagyatádon voltam, és de közben ezt a Tamást én már ismertem, és több Tamásnak már elmondtam, hogy igen, terhes vagyok. És akkor ugye bekerültem, és akkor ugye fölvittek oda 8. emeletre, ott van megint egy elmeosztály, és nagyon csúnyán viselkedtek velem, hogy igenis, hogy az a baba menjen el. És akkor már ugye tudták azt, hogy nekem van a Tamás, ugye annak van nagyon nagy kapcsolatja, Marik Tamásnak egy lelkész. És akkor össze-vissza telefonált a Tamás, hogy hát pedig ezt a gyereket meg fogod tartani, Sztojka, mert ő engemet úgy hívott. És akkor utána levittek egy ilyen pavilon helyiségbe, de közben, amikor én terhes voltam, engem pipolfennel, akkor ilyen nagyon nagy nyugtatókkal engemet kezeltek, és közben jött a Tamás is, és akkor azt mondta, mert én ugye már cigarettázok. És azt mondta a Tamás, hogy na jó van, akkor Sztojka, innentől kezdve a gyereket nem veszik el. És onnantól kezdve a cigarettát illetettem. A segesdi szociális otthonba, akik úgy kibejárkáltak ott a szociális otthonba, ott igenis, hogy kellett azoknak a lányoknak szedni gyógyszert, mert én is voltam úgy, hogy majdnem minden hónap egyszer, kétszer, háromszor vittek nőgyógyászatra, mert ugye vár. Nem jött meg ez a dolog, de vagy elfogadják, vagy kidobják a gyógyszert, ezt a fogamásgátlót. Hát nem igazán akartam azt se elfogadni, mert ott is hisztam, meg ott minden volt abban a gyógyszerben. Nem tudom, nem igazán tudok erről beszélni. Nagyon emlékszek vissza rá, a Rózsinak hívták. Terhes volt, és akkor utána bevitték szerdai nap, mert ugye mindig a szociális otthonba szerdai nap kellett bevenni Nagyatád, ugye megvizsgálták a lányokat, és akkor terhes volt pont a lány, hát nem igazán tudta elfogadni, és szerintem ő nem is tudta igazán felfogni, mi az, hogy abortusz. Szóval ott nagyon ott le voltunk minősítve. És hát nem tudom, hogy igazából hogy dolgozta föl lelkileg ezeket a dolgokat. Szóval annyit tudok, hogy ez borzasztó, amikor vagy abortuszra megy egy ember, és akkor onnantól kezdve én azt tudom, akkor a fél életét elveszik az embernek.
Én amióta vagyok, meg létezek, ugye voltak csak nekem a nevelőszülők, és akkor ugye 13 évesen volt ez a nagy dolog, és onnantól kezdve én családban nem léteztem. Ilyen intézményekben voltam, intézetben, szociális otthonban, Elma osztályon, kórházban, mindenhol, és valahogy nem jött össze nekem az ez a család. Megszületett, hát nagyon jó volt, hát azt nem tudom elmondani. Ugye bevittek, és ugye megszületett, minden hazavitták újból Gödöllőre az anya otthonba, hát gyönyörű volt az Ancsa. Gyönyörű nőcike lett, 17 éves, kamasz, néha nagyon szemtelen, kis vagány. Mert amikor én is még fiatal voltam, én is ugyanezeket csináltam. Kis mozgékony, mindenkinek úgy próbál segíteni, ő is nagyon szereti a sérülteket, és segít nekik, és kis vidám nőcike. Én szerintem úgy élek, hogy mint egy átlagos ember. Ben vagyok egy lakásba, és próbálom úgy intézni a kis dolgaimat, hogy jó legyen, mert szerintem a többi átlagos ember is ugyanezt csinálja, hogy fel kell, akkor elintézi a kis reggeli dolgát, akkor ha van gyerek, akkor szerintem ő elkészít a kis ruháit, és akkor onnantól szerintem indul minden. Köszönöm.